Vagy a legjobb kombináció az, hogy én vezettelek be téged a házasságba. Sziasztok! Itt vagyunk a Hádában, és Bettinek keresünk fiúrösteri ruhát. Sziasztok! Ivett vagyok, és itt a Csiletka videóblog. Bemutatom nektek Bettit. Betty nyerte a Csiletka és a Háda nyereményjáték első díját, egy 20.000 forintos utalványt, egy tetőtől tartiszteltet igazából, egy Csiletka stylinggal, amit ma fogunk véghez vinni. A Háda legnagyobb szerelmese vagyok, így mi sem lehetne szórakoztatóbb számomra, mint egy közös kincskeresés Bettivel, a Háda és a Csiletka közös nyereményjátékának egyik nyertesével. Miután kihirdettük a játék nyerteseit, egyből meg is beszéltük Bettivel egy találkozót, akivel már a metron összetalálkoztam teljesen véletlenül, így volt időnk elég sokat beszélgetni, mire odaértünk. Betty elárulta nekem, hogy ő még soha nem volt Hádában, ami számomra lehetetlen, hihetetlen és felfoghatatlan képtelenség, de pont ezért lettem még a megszokottnál is izgatottabb, mert tudtam, hogy így Bettynek is igazi élmény lesz. Azon kívül persze, hogy felmértem, hogy milyen az ízlése és mik a méretei, észben tartottam a mai divatos ruhadarabokat és a legfontosabb szempontot, amit minden hádázásnál figyelembe veszek, a kihasználhatóságot. Sokszor esik az ember abba a hibába, ha ilyen helyre téved, hogy csak azért, mert egyedi és jó áron van megveszi, majd rájön, hogy mégsem az ő ízlése, nem tudja mindenhová felvenni, esetleg kényelmetlen, vagy igazából nem is jó a méret, csak tetszett és nem tudta ott hagyni. Minden ruhapróba után közösen értékeltük 1 és 10 között a ruhadarabokat, és mindig megkérdeztem Bettytől, hogy mennyire érzi magáénak a szetet, és ez mennyire tükrözi a személyiségét. Ha egy picike kis bizonytalanságot is véltem felfedezni, egyből raktam vissza a ruhát a polcra, ugyanis annyi tökéletes szépség található a Hádában töménytelen mennyiségben, hogy vétek lenne bejönni kevesebbel, mint egy igazi szerelem, amit nem tudsz kiverni a fejedből. Na, például ezt a ruhát meg is vettem, mert ez számomra igazi szerelem volt, amit nem tudtam kiverni a fejemből.
A second hand lényege, hogy soha ne elvárásokkal menj be a boltba, mert akkor csalódottan fogsz kijönni. Ha én harisnyát megyek venni a Hádába, egy táskával jövök ki, és hogyha egy táskát szeretnék venni, akkor tuti, hogy cipővel fogom elhagyni a boltot. Itt nincsenek célok, itt a vásárlás öröme a lényeg, valahogy pont mint az élet filozófián, meg pont mint ahogy az életnek kellene működnie. Bettinek is elmondtam, hogy igyekszem neki olyan dolgokat keresni, amilyet külön kiemelt, de nincs rá garancia, hogy ilyet fogok találni. Ezzel szemben nagy örömére találtunk egy szuper vadi új fekete bakkancsot, egy fekete szőrbekabátot, amihez hasonló nekem is van, szintén a Hádából, két pulcsit és két ruhát, az egyiket külön szilveszterre. Összességében bátran állíthatom, hogy nem csak én, hanem Betty is ugyanolyan jól érezte magát, és az a röpke 2-3 óra, amit a Hádában töltöttünk, egy fél perc alatt elillant, legalábbis én úgy éreztem, mert a Hádában repül az idő. Tartsatok velem legközelebb is, és ha tetszett a mai videó, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot. Nagyon kíváncsi vagyok, ti szoktatok-e hádázni, és ha igen, mi a szíveteknek legkedvesebb kincs, amit a Hádában találtatok? Írjátok meg nekem kommentben, és cserébe én is megosztok majd egy külön videót a legkülönlegesebb hádás kincseimről. Addig is imádlak titeket, vigyázzatok magatokra, és hamarosan jövök. Sziasztok!